Na, sziasztok srácok, én Danubik, és itt vagyunk egy következő videóban, ahol most nem más lesz, mint Drákónak fogjuk lecsekkolni a bázisát, élőhelyét, helyét, valamit, nem tudom. Na, akkor szépen bele is kezdünk, ugye szokásosan a videók elején ilyen cuccokat szoktunk gyűjteni, szóval ezt gyors megcsináljuk. És akkor hát elindulunk, ugye hát itt egy út, ezen kéne elvileg végig rohannunk, és megkeresni a helyét, gondolom, hogy bikini feneket kéne megkeresni, vagy valami ilyesmit, de majd meglátjuk. Szóval akkor ebből csinálok gyors, akkor egy crafting table, csinálok kettő adag botot, és gyors kiszedek pár követ. Közben srácok, hogyha még nem tettétek volna meg, akkor iratkozzatok fel, légy szíves, a csatornára, és a feliratkozás gomb melletti csengőt szépen nyomjátok be, most majdnem csináltam még egy ilyet, meg közben meséltem. Szóval a csengőt ugye nyomjátok be, hogy mindig kapjatok értesítést a videóimról. És ilyenek. És ja, most erre nem döntök még más. Ó, itt egy chest. Kaja, királyság, jó. Amúgy nagyon izé, hogy minden egyes videóm elén megtalálom ezt a eldugott chestet, és nem kell itt szenvednem a kaják miatt. De eléggé király. Szóval ja, jó. Én azt mondom, hogy csinálok egy baltát is, és kiszedek még kettő követ a karthoz. Oké, királyság. Jó, akkor szerintem el is indulhatunk. Gyors, elrendezem a cuccokat. Nagyszerű. Jó, srácok, akkor induljunk is meg a kövezett úton. Hát remélem, hogy annyira nem lesz ez az út hosszú. Ó, ott látok egy falut, srácok. Mit szólnátok ahhoz, hogyha beugranánk ahhoz a faluhoz? Lehet, hogy ott van kovács, és akkor a kovácsból kibírnám szedni a cuccokat. De nem vagyok be... ott valami megint elkezdett tölteni. Aha, az lesz ott. Ott van Spongyóbnak is a háza. És ott volt, igen, ott van a rozsdás sákolló is. Jó. Azt mondom, hogy csinálok egy gyors kitérőt, és ott lesz egy tunyacsátnak is a háza. Jó, teszek egy gyors kitérőt akkor ez a kovácshoz. Megnézzük, hogy milyen cuccai vannak. És akkor egyből megyünk tovább szépen Spongyóbhoz. Ott a kovács, ahogy látom, királyság. Hát remélem, hogy kapok valami alapjó cuccokat, meg ilyeneket. Közben srácok, amúgy írjátok le a komment szekcióba, hogy milyen videókat szeret. Itt van kaja, még izé. Királyság. Kaptam gyémánt blokkot, ami nagyon király. Kaptam egy vascsizmát, meg egy kis kaját még. Hát mi kajám az volt, de mindegy. Közben ugye srácok, akkor írjátok le a komment szekcióba, hogy ti milyen videót szeretnétek látni a csatornán, milyen karakterrel kapcsolatban, milyen akármit, tehát milyen videót akarnátok, és akkor megpróbálom azt megvalósítani. Én azt mondom, ott van Rákó, srácok, ott van bent az irodájában. Én azt mondom, hogy egyelőre megnézem Spongyabobnak a házát, hogy esetleg ő nincs-e itthon. Hát itt van a tévéje. Itt van a izéje, a chestje az üres. Jó, oké. Megnézem izének, tunyacsebnek is a házát, hogy esetleg ő nincs-e itthon. Itt a nappalia, aha, ezek üresek. Jó, kicsit körbenézek, mert amúgy mindig érdekel az ilyen kis karaktereknek így a háza, hogy mégiscsak hogy néz ki így a Minecraftban. Itt van a fürdője, ez volt itt az alvós szobája. Igen, és itt a legtetején pedig itt van egy ilyen kis napozó. Hú, de király, na. Srácok, akkor itt be is fejezzük a videót, itt fogok napozni videó végéig, jó, nem amúgy vicceltem. És aha, igen, itt van izének, Patriknak is a háza, jó, legalább nem sebződök. Hát Patrik háza eléggé gagyi. Itt van egy ágy, egy szék, egy tévé-szerűség, és ennyi, jó van. Akkor én azt mondom, hogy be is megyünk a rákolóba, és hát srácok, remélem, hogy nem akar semmi rosszat tőlünk rákor, és megpróbáltunk vele normálisan érvényesülni, hát... Ott van a irodájában, hát megpróbálok így hátulról először is körbenézni, itt vannak ilyen lyukak. Ez itt a hátsó kiárat, ahogy látom. Ott van, és észrevett engem. Hello Rák úr! Nyugi, nem kell engem megütni. Szia Rák uram! Üdv itt a rákollódban, úgymond. Közben ír, ki vagy? Az én nevem Dani, és én egy videós vagyok. Tudtad? Remélem, hogy tudtad. Ha nem tudtad, akkor most már tudod? Igen? Jó, biztos, hogy igen. Remélem, hogy nem lesz, hogy is mondjam, vegyél burgert. Miért vegyek burgert? Rák uram, én, vagy nem tudom, mondjuk mibe kerül a burger esetleg. Van gyémántömböm. Gyémántömbe kerül? Kíváncsi vagyok, hogy mit ír, mert ha gyémántömbe kerül, akkor lehet, hogy tudunk. Igen. Na, akkor veszek kettő darab herkentyű burgert. Egy gyémántömb az ára? Igen? Oké, akkor kérek kettő darab herkentyű burgert frissen, várjál, kimegyek így ide. És itt szokták felvenni azt a rendelést.
Hello, hello. Kérnék egy izét, egy pincért, uram. Nincs itt tunyacsáp. Kérek egy izét. Jó napot, kérnék 2 darab herkentyű burgert, itt az ára. Kérném az árut, rák uram. Kenyér? Ja, gondolom, hogy ez ilyen burger akar lenni. Jó, köszönöm szépen. Figyelj, rák úr, körbenézhetek esetleg itt a konyhában, meg az irodádban? Nem tudom, hogy megengedi-e nekem, de azért mégiscsak körbenéznék, hogy mi itt a helyzet. Azért mégiscsak érdekel, hogy az irodában nem. Oké, rendben van. Hát mondjuk ez a konyha, ez elég unalmas. Jó, bocsi, de benézek az irizet. Nyugi. Én csak körbe akarok nézni, meg akarom mutatni a nézőknek, hogy milyen is a irodád, így érted? Kicsikét bemutatni, milyen ez a hely, érted? Igen. Rák úr, itt mi van bent? Itt egy ilyen kis bedrockkal körbekerített hely van. Ezért érdekel. Titok. Miért titok? Csak be akarok menni, nem engedsz esetleg be? Léci. Úgy nem. Oké. És hogy lehet esetleg ide bejutni? Azt nem akarod elmondani? Mégis csak érdekel, srácok. Szerintetek mi lehet itt bent? A titkos recept talán? Nem tudom. Lehetséges, hogy valami olyasmi, de nem biztos. Van egy kulcs, el van rejtve. Aha! Értem. És esetleg nem tudod, hogy hol van az a kulcs? Nem? Nem? Biztos, hogy nem tudja. Jó. Rák úr, és esetleg megengeded, hogy megkutassam? Vagy hol van? Csak azt mondod, hogy melyik iroda, vagy melyik izében. Helyen. Léci? Itt? Ezen a helyen? De kedves, hogyha elmondtad. Jó van, akkor megyek. Srácok, akkor meg kéne várni, hogy kimenjen az irodából és felkutatnánk. Vagy nem tudom. Hogy kéne ezt csinálni, az a gond. Hogy kéne kiderítenünk, srácok? Azt mondta, hogy az irodájában van. És a földre mutatott. Szóval, aha, most kiment oda. Hát nem tudom, hogy most megmerészkedjek-e bemenni, de csinálok egy ilyen kis manővert, az bemegyek itt a irodáján. A földre mutatott, szóval biztos, hogy itt kell való lennie. Jó. Én azt mondom, hogy elkezdek itt ásni, és megpróbálom megkeresni. Amúgy pont itt, aha. És pont itt van. Oké, megvan a kulcs. Király, gondolom, hogy ez lesz a kulcs. Jó, ezt visszacsinálom. Ne. Semmi nincs itt, rák uram. Semmit nem csináltam semmit. Ne, menj innen. Akar engem ölni. Ne, menj innen. Légy, jó, csak be akarok menni. De már, visszament. Rák úr, nyugodjon meg. Csak be akarom nézni, hogy mi van itt az odában. Jó. Gyémánt. Úristen. Ez gondolom ez a izéje, és tele van ne akar megölni. Nyugi rák úr, én csak körbenéztem, hogy mi van itt, nyugi. Én most így megyek is szerintem, jó? Jaj, ne, léci. Jó, fölön fogocskázhatunk, abban jó vagyok. Istenem. Szegény rák úr, srácok. Jaj. Jó, oké. Én fölön ezt játszhatjuk a évek végéig. Jó, oké. Aha, azt hiszed, hogy okos vagy? Hát, nagyon elhitted. Jaj. Aha. Jaj, ne. Jó, Nem már, az belement a blokkba. Srácok. Jó, megmentelek, rák úr, megmentelek. Várjál, ne hajj meg. Várjál. Meg kell mentenünk rák urat, srácok. Jó, megmenekültél, rák úr. Látod, jó fej vagyok. De amúgy, várjál, ezt is kiütöm. Gyere nyugodtan, rák úr, látod, megmentettem az életedet. Jó, mondjuk az igaz, hogy én miattam volt. Köszönöm. Hát szívesen, amúgy nem akartam semmi rosszat tenni ellenet, csak gondoltam, lecsekkolom, hogy mi van itt. Nem lehetne esetleg arról szó, hogy ebből a pár gyémánt blokkon nekem adsz egy keveset? Rák úr, esetleg. Ha már ilyen jó szívű voltam, hogy megmentettelek. Azért mégiscsak kell valami jutalomnak lennie, hogy megtaláltalak téged. Talán. Na, srácok. Rák úr úgy tűnik, hogy tud mégiscsak osztozkodni. Ilyen se volt még. 3 vihetsz. Csak 3? Hát alapból 2-vel jöttem. Nem lehetne inkább 5-öt? Na, legyen 10. Legyen 10, oké? 10 az szerintem egy szép kerekszám. 8. Jó, rendben van. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tessék, itt van. Csak 8-at vettem ki, esküszöm. Na, rák úr, nagyon örül, amúgy itt van még 2, látod, szóval azért hiányzik belőle pár. Na, rák úr, örülök a találkozásnak. Jó, meg itt is itt van 2, majd ezt is vett figyelembe. Hát, jó van, srácok. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, akkor csapostok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára. És nem tudom, hogy sajnálom, hogy kéne rák urat, vagy nem, hát eléggé kapzsi alapból is, szóval
Remélem, hogy nem baj, hogy elvittem tőle pár gyémánt blokkot. Na srácok, ha tetszett a videó, akkor csapostok egy like-t és iratkozzatok fel a csatornámra. Én Dani voltam, és köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!